Az egész színházterem megtelt Nyíregyházán a Szindbád rendezvénytérben. Annyi diák és pedagógus érkezett a vármegyéből, egyebek között Máté Szalkáról, Nyírbátorból, Nyírbogátról, Tiszadobról és Baktalóránt házáról. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2014-ben indította útjának a Zene az kell című programot. Egy nevelő otthonnal indult, ma már 7 intézmény vesz részt benne. A zene az együttműködést is követel. Akik zenekarban vannak, figyelni kell a másikra, munkát kell belefektetni, munkanélkül csak az isteni tehetségeknek adódhat meg. De itt nem az a lényeg ebben a programban, hogy zenei tehetségeket keressünk és kutassunk, hanem megtanulják, hogy a zene az emberi életre milyen jó hatással van. Tanulmányi eredmények és az intézeti engedély nélküli eltávozások adatai is azt mutatják, hogy ez egy nagyon jó hatású. Egy nevelőotthonnal indult, ma már 7 nevelőotthon vesz részt benne. Hatala József hozzátette, az elmúlt évek alatt több száz gyermek volt részese ennek a programnak. A mostani projektzáró rendezvényen is mintegy 130 gyermek vett részt a fellépők, valamint a közönség soraiban. Kovács Attila rendőr alezredes úgy fogalmazotta, a Zene az kell című pályázat országos szinten is egy példaértékű összefogás. Aminek a céljaként alapvetően az, hogy a gyermekek, akik lakóotthonban laknak, teljesen mindegy, hogy állami fenntartású vagy egyházi fenntartási intézményre beszélünk, az ő részükre hasznos elfoglaltság történjék, zene, tánc és énekoktatás, pontosan azért, hogy a szökések, elkerülések számát csökkentsük. Nyilván, ha megszöknek, akkor bűncselekménynek lehet sértetje, vagy akár elkövetője, és ezt mindenképpen szeretnék megelőzni, viszont valami értelmes elfoglaltságot tartani nekik. Én azt gondolom, hogy ennek a programnak a siker alapvetően a programban résztvevő zenetanárok, pedagógusok, intézmény fenntartó nevelők, és nyilván a rendőrség szakembereiben leledzik, ha lehet ezt mondani, hiszen évek óta sikeresen összefognak ennek a pályázatnak a sikeres működés érdekében. Persze nem lehet kihagyni a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsának a szerepét sem, akik folyamatosan támogatják most már 9. éve a pályázatot. Én azt gondolom, sikertörténetről beszélünk. Nyilván a Szabolcs megye sajátos helyzetben van, hiszen itt viszonylag sok a lakó otthon, ahol nagy számú gyermek nevelkedik, tehát könnyű táptalaj ilyen szempontból pályázat megvalósítani. Én bízom benne, hogy ez marad is a következő években, és továbbra is azt tudjuk majd jelenteni mindenkinek, hogy zajlik a pályázat és eredményes. A projektben résztvevő gyerekek különböző képzőművészeti, zenés, táncos, illetve dráma foglalkozásokon vehetnek részt egész évben, a projektzáró rendezvény pedig alkalmat ad a találkozásokra és az egyes produkciók egymás előtti bemutatására.